Szevasztok, Vandor vagyok, a kincsvadász, ez itt van a Treasure Hunter Simulator. Ezt a játékot szeretném nektek megmutatni. Na hát, itt vagyunk az mi kis irodánkban, és megmutatom, hogy itt a világtérkép, ahol az e-mailek között találunk munkákat, kincskereső munkákat. Én most elfogadtam egy főszálon futó munkát, ami 1000 presztízst ad. Egyébként vannak itt ilyen side jobok, meg van elvileg egy speciális munka is, amit most nem látok hirtelen, de valahol még az előbb megvolt. Na mindegy, lehet, hogyha majd elvállalom a fő munkát, akkor az is elérhető lesz újra. Két helyen tudok most ásatást, vagy nem ásatás igazából, ez csak ilyen kincskeresés. Futunk a fémdetektorral, aztán keresünk a kincseket. Az egyik a Gettysburg, ez volt a tutorial rész, és most itt a Bavaria Lake-en kell nekünk a feladatunk alapján 5 darab ilyen trash-t megtalálni. Alapból már 2-t sikerült. Aztán gondoltam, akkor most már nagyjából látom, hogy mit tud a játék ideje bemutatni nektek. A vásárolhatunk és fejleszthetjük a detektorunkat, ehhez prestige szinteket kell elérni, ugye mi most a 1-es prestige szinten vagyunk, és 3000-t kell gyűjtenem ahhoz, hogy a következő szintre lépünk, de itt látjátok, hogy analóg és digitális eszközökből is van elérhető, és ezekhez már komolyabb prestige szint szükséges. A collectionbe az eddig gyűjtött tárgyaink vannak, jelenleg mindent eladtam, amit a tutorial alatt gyűjtöttem, úgyhogy induljunk is meg Bavaria Lake-re, és Európában keressünk kincseket. Na hát itt vagyunk, a M betűvel meg tudom nézni a térképet, és lehet, hogy most reszetelődött minden, mert jelenleg úgy tűnik, hogy amit eddig találtam, az nincs meg. Meg is nézem mindjárt a inventory-mba. Így van, kezdjük előről, jó, ez nem baj. Úgyhogy akkor induljunk is meg. Az lenne a cél, hogy szisztematikusan bejárjuk ezt a területet, és mind az 5 kincset megtaláljuk. Van itt nekünk egy lerakott marker, waypoint, amit én ide teszek, hogy ne zavarjon, mert most nagyjából úgy is erre megyünk. És akkor kezdjünk keresni kincset. Amint egy kincs közelébe érünk, a detektorunk jelez, és egy ilyen kis nagyító ikon lesz. Itt egy picit jártálunk, és megkeressük a... Hát, na nézzük, mi van itt írva. Azt mondja, Hansen-ted, meg Wolfendor. Jop, na bejött a nagyító ikon, jobb klikkel előveszünk a detektort. Pittyegés irányába, mutatja, hogy telítődik a... ikon, és ami... És akkor mindjárt lesz. És ha megtaláltuk, valahol itt van. Nem. Hol vagy? Ott van. Akkor bal klikkel előszedjük az ásunkat, és kiássuk a első. Hopp, ott van. Hát mi ez? Egy szög. Egy jó régi szög. Értéktelen, hát ugye a trash-t keressük, és így meg is van az 5 itemből az első, és megnézhetjük az inventory-ba, van egy dollár érő szemetünk, nagyon jó ibetűvel újra bezárjuk, és mehetünk szovább. Szóval az első kincsünket is meg. Toppá, itt a következő. Én úgy gondolom egyébként, hogy nagyjából az út körül kell keresni. Most az erdőbe is be lehet menni, de hát ugye az emberek az úton járnak, tehát elvileg az út környékén találunk ilyen elhagyott bármilyen dolgot, ahol mondjuk letáboroztak, ahol mondjuk csata volt. Hopp, egy kulcs! Egy ódon rész kulcs. Na, identifik, tisztítsuk meg, nézzük meg, mit tud. 11 dollár, még ugye tolerálható, normális állapotban van. Treasure, ez egy kincs. Jó van, eltesszük, ez jó kis pénz. Megyünk tovább.
Hopp. És már itt a következő, nem hagy minket a játék unatkozni, hál' Istennek. Pedig itt azt gondoltam, hogy majd itt megyünk fél órán keresztül, aztán semmit nem találtunk, hogy jaj, hogy lesz ebből videó. De, hál' Istennek ez így jobb. Na, valahol itt van. Hol vagy? Hopp, 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 ott van. Fúj. Lássuk most, mit találtunk. Egy nyaklánc. Egy régi nyaklánc. 16 dollár érő régi nyaklánc. Nagyon jó. És ez egy rertikus, úgyhogy ez nem a szemét kategória. Nem tudom, hogy ez most beleszámített, de megtaláltuk azt a rertikus, és nem is adja be, igen. Szóval megtaláltuk azt a rare típust, amire azt mondja a játék, hogy egy darab van a térképen fixen. Ha jól értettem. Hopp! És a következő. Hát igen, mondjuk biztos elég sok embernek elmenne a kedve a játéktól, ha itt fél órán keresztül igazán semmit nem találnának. Hopp, 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 hopp. És be is jelezte, hogy itt a kincs. De megyünk és kiássuk. Lássuk. Hopp, egy pénzérme. Na, nézzük. Tisztítsuk meg. Úgy, az értékesnek tűnik. Exceptional, kivételes, nagyon ritka. Nagyon jó, majd 50 dollárt fizetnek érte. Nagyon jó állapotban van, de ez sem az a szemét, amit mi kerestünk. Inventorink egyre nő, igaz, nem, semmi nehezet nem cipelünk, ugye ebből rengeteg el tudnánk vinni. Hopp. Itt van valami. Igen. Hopp, hopp, na, aha. Nem. Erre, ne, valahol itt van. Ott van. Hol vagy? Ott van. Ott. Hát ez meg mi a manó? Ott az élén van. Ó, egy kupak. Na, ez egy jó kis szemét. Akkor... És a következőt már adja! Merre vagy? Nem erre. Akkor erre. Erre. Itt. Jajjaj! Ne essünk le a szakadékba azért. A fa az útba van. Jó, megkerüljük ezt a fát, mert biztos az oldalon van. Aha. Hopp, erre. Erre, és valahol itt van. Az van. Új. Ó, ez lesz a negyedik, hogyha ez is egy szemét. Mint egy izék. Nem ez van. Ó, egy töltényzsüvely. Nagyon jó. Na, azonosítjuk be. Jó, ez egy normál, 26 dollárt ér, na, de a következőt már rögtön adja, hát itt valami. Nagy dolog. Sok ember lehetett itt, elhagyják össze minden szélét, lehet, hogy itt valami tábor volt, mert azért itt volt kupak is, aztán nem hiszem, hogy ezt a közepén eldobálták volna. Volt itt nyaklánc, az mondjuk inkább ilyen, hát hálóhely, vagy csata. Az mondjuk igen, a történikre az abszolút csata, a gyakorló tér. Itt még akármi is lehetett. Na hát itt egy ilyen nyitó, tudjátok a fém dobozról.
ez viszont a szemét kategóriába tartozik, úgyhogy ez már elvileg a harmadik, ja, nincs a harmadik, jó, nem baj, na nézzük, hát ez itt az út mentén mennyi mindent találtunk, és ekkora a terület, na ne. Lehet, hogy itt kicsit visszajövök ezen a részen, még körbenézek másik oldalán, mert lehet, hogy fogunk is találni, hát de teli van a környék, hát itt aztán nagyon sokáig el lehetne keresgélni. Itt van. Inkább itt lesz valahol bizony. Úgy, arra, erre, most erre, úgy, itt alakul, és valahol itt van. Hol vagy? Oda. Ott. Na, nézzük. Mit látunk? Ott van. Egy szög. Egy százas szög ráadásul, mert olyan hatalmas. Bizony, hopp, jó. És a következő már megint itt van valahol, egy környéken. Hát ez tele van ez az erdő. Én azt hittem, hogy itt majd alig-alig lesz valami, de nem. Tele van. Én szerintem följebb is itt találnánk minden térét. Na, valahol itt van. Erre. Ott. Lássuk, mi van itt. Egy gomb. Nagyon jó, akkor ez az ötödik szemetünk. Értéktelen hulladék. És elvileg akkor két küldetés. Lássuk. Aha, quest complete. Szerintem... Akkor most menjünk vissza. Az a kérdés. Jobs. Rebad. Jó, szerintem viszont kell menni. Return to office. Yes. Oké, és akkor bejelentkezünk. E-mail. Job. Oh. De hát... Ja, és ott van, oké, a presztízsünk megnövekedett 1240-re. Akkor most megnézhetjük, hogy mi van a collectionünkbe. Szépen eladhatjuk. Jó pénzért. Making money achievement is bevillant itt nekünk. Jó, mibe kerül a következő detektor? Érdemes azt nézni. Aha! Na ő, ugye itt az látszik, hogy milyen mélységben képes keresni, és mekkora tárgyakat. És egyébként ő a kettes szintű, ami az a prestige 2 kell. Hát az is így a föld közeli, és egyébként már a nagyobb tárgyakat is képes megtalálni. Úgyhogy ez mennyibe kerül? $120, az már bőven megvan, viszont a prestige szükséges. Ehhez elfogadtuk a következő munkát. Ami ugyanoda szól, megint treasure-öket kell keresni, viszont megnézhetnénk, hogy van-e... Aha, na. Van itt nekünk olyan mellékmunkánk, hogy ugyanide szól, ugyanerre a helyre, és akkor már miért ne... Aha, Upper Village. Ez Gettysburg, ez is Gettysburg. Jó. És akkor most igazából... visszamehetünk. És folytathatjuk a kincskeresést. Immáron több munkát is felvéve. Tehát ha belemegyünk az M betűbe, összegezhetjük, hogy miért a feladatok. Hát itt az, hogy find treasure. Oké. Find and take a picture. Attachment 1. Ó, de jó! Keresnünk kell egy ilyen virágot, és egy képet kell róla készíteni. A második számú virág az ilyen, a harmadik számú meg ilyen. Jó, tehát ilyen lilás virágokat kell keresni. Itt meg van egy olyan, hogy keresünk egy utat a felső... Mi ez? Régióba. Nézzük, vagy utat a village-be. Na mindegy. Jó, na hát keressünk
virágot keres. Egy utat, egy kincseket. Ez most a feladatunk tulajdonképpen. Na hát, ha bárki lát virágot. Ja, egyébként arra vagyok kíváncsi, hogy ugyanúgy. De várjál már vissza. Time trial. Hát a time trial. Press yes. Jó, time trial. Mit csinálja? Hát tudom, mit kell. Hopp. Na hát ugye, ahol eddig is volt kincs, ott megint van. Tehát ez ugye pont itt találtam szerintem az előbbi. És a time trial az nem tudom mire szól. Hol vagy? Atta. Na. Na, odébb. Miért nem betag volt? Szerintem az a útvonal kereső lenne a time trial, de nem tudom. Na, mit találtunk? Na. Megint egy töltényhüvely. Ez jó, mert ez értékes volt. Ez egy treasure. Elvileg. Aha. 5-öt. Ott találtunk. 1 perc. Lejárt. Most ezt nem tudom mi volt. Nézzük csak. Úgy lehet, hogy startán. Mondhatnám egy picit. Várjunk? Elindulunk erre az úton. Na, mondom az úton. Azt szeretném megnézni, hogy vannak-e további ilyen waypontok, ami mentén haladni kell, vagy... Mégis mi a fenéről... Na, ahohoho, itt térkép. Ezen az égvilágon semmi. Fogunk igazodni. Aha! Ott a képkészítő hely. Hoppa, túl is fejelzél. Jó, hát ha így mutatja, akkor... nem mondanám, hogy túl sok kihívás van benne. Azt hittem... Ja, oké. Okay. Jó, mindegy, a time-t hagyjuk. Megcsináltuk a fényképünket. Nagyon jó. Ott a másik. Na. Ó, itt nem tudok fölmenni. Elég vissza. Hol volt? De ott van. De... Az előbb is pont ezt fényképeztem. Aha, jó. Ez ugyanaz a növény. Aha, itt ezen a helyen ezek a növények. Na, ott a következő. Ezt fényképezzük. Aztán mindjárt kincset is keresünk. Aha, ez a másik fajta növény. Hú. Fantasztikus. Ez is megvan. Aha, ott van. Elvileg már csak azokat adja be, amiket még nem fényképeztem, már csak azt az egyet legalábbis. Ezt így gyorsan fényképezzük. Na? Aha, ide bele kell menni. Csak akkor fogadja el. Ez az! A botanikus küldetésünk teljesítve. Na nézzük, milyen kincs van itt valahol. Tökéletes. Hoppá, már nem jó irányba mentünk. Valahol itt van. Nem? Szórakozó, valahol itt. Ott. Na, lássuk ki.
Mi ez, ami? Aha. Ez teljesen ismeretlen, lássuk. Lesfézzük és fel tudjuk. Hát ez csak egy izé, darab vas. Amit egy fög lenne valami. Product. Aha, igen, ilyen leszúró kiskeszerű, tehát ugye a sátrazáshoz ezzel szívják le a sátra. Oké, 2/5, megyünk tovább. Hol vagyunk már, hol járunk? Jaj, értem, aha. Hol eljöttünk? Visszafele. Na, keressünk valamit. Aha. Na, hol vagy? Ott. Na, most még találtam. Na, lássuk. Fastener. Hát ez nekem így nem sokat mond. Hát közön nincs ez mi. Úgyhogy ezt akkor eltesszük, aztán örülünk neki. Keressük a következőt. Na, itt felmész föl. Itt van egy út. Aha. Megnézzük itt el. Erre. Na, hol vagy? Ott. Na, itt mit hagytak el? Egy kupak megint. Hát a Falloutban ez jó jönne, de hát itt nekünk ez értéktelen körülbelül. Egy darab szemét. Na, most itt a visszaket megkerüljük. Hopp! Hoppá, egész jó idő. Hol vagy? Valahol. Ott van. Megint egy ilyet találtunk. Fastener, mindegy. Na, itt lesz a főjárat abba a faluba. Na, nézzük meg gyorsan ezt a... village-et. Lehet, hogy ez lenne a time trial, hogy ide jussál. Hát, feltétlen mondom. Ide be lehet menni? Fölmenni? Lehet, ne, de nem lehet. Ez a térkép széle? Ja, igen. Á, hát szerintem ide kell menni, tehát itt ide kell menni a Time Trial-ba, én úgy gondolom. Na, mindegy. Hogy állnak a küldetéseink? Igen. Ez lenne a... sehol nem mondja. Á, 2/5, aha. Menjünk itt körbe, ugye ez az a felső kis út, amire én gondolok. Igen. Menjünk itt körbe. Hát itt semmi nincs. Bedede van. Ó, annyira, hogy pont itt van előttünk. Hol vagy? Op. Ott. Na? Mi lesz itt? Ah, gomb. Oké. Ez nem nyert. Kérünk tovább. A virágunk, amit már lefényképeztünk.
Ez lenne az a falu? Ez már igen. Hopp. Nem erre. Hopp, 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 pont előttem. Remélem most már tényleg valami is. Na ez mi? Ah, itt csak egy ilyen. Nagyon sok a trash, nagyon sok. Valahol pedig itt van. Hol vagy? Valahol. Nézd már! Hopp hopp! Hopp. Megvan. Á, egy töltényhüvely, az jó! Ez jó van, treasure. 26 dollár fér. És a következő is itt van. Egymás mellett több is van. Mert hogy valaki sorozatba lőtt. Ezért mutatta, aha. Az előbb van fura volt, hogy erre is mutatott, arra is, azért mert kettő van itt. Valahol itt van. Haza. Na, találunk. Hatam. Ez egyszerű. Ezek van viszont. Itt az épületeknél sok ilyen van. Ez mondjuk. Valahol érthető. Érdemes talán picit odébb menni. És akkor most a questünk az 3x5-ön van. Bizony. No, hát ilyen lenne ez a Treasure Hunter. Azért itt nem csak kiásni kell, hanem vannak ilyen mellékküldetések is, hogy fényképezzünk, keresünk meg valamit a térképen. Vagy keresünk útvonalat. Úgyhogy ez a játék hamarosan meg fog jelenni Steamen. Majd belinkelem a Steam oldalát. Akit érdekel, meg tudja nézni. Köszönöm, hogy velem tartottatok, ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, illetve írjátok le a véleményeteket. Egyébként teljesítményben is meg vagyok elégedve a játékkal, nagyon szépen fut, és még videózni is tudom. Úgyhogy teljesen rendben van. Ha érdekel titeket, akkor keressétek meg, itt még megnézzük, hogy mit találunk, és ezzel búcsúzunk a mai napra ettől a játéktól. Na, de még ezt lássuk. Egy. Hű. Lássuk. Na, egy treasure. Viszonylag jó állapotban lévő. Na jó, van, ha még itt ezt beadta, akkor hát, ha valami értékeset találunk itt mellette, ne hagyjuk itt. Nem, valahol itt van. Ott van. Na. Egyszög. Ráadásul ez elég rossz állapotban lévő. Úgyhogy ez egy... trash. Ez elhajlott. És, na hát ezt nem igaz, most így beadja. Nem hagyja a játék, nem hagyja, hogy abba hagyjuk az adást. Na hol vagy?
Hát itt nem csinál. Valahol itt van pedig. Fasza. Gyerünk. Add már be! Apám. Pont egy ilyen... Innen nem lehet. Oké, itt. Ott van. Ott, na így, oké. A másik irányból nem tudok társadni. Na, pénzérme, nagyon jó! Akkor meg is van a küldetésünk is. Ó, szuper! És igen, itt a treasure. Szuper! No! Akkor vissza is mehetünk. Hát még így az utolsó pillanatban beadta nekünk a két treasure-t egy szeméttel együtt. Úgyhogy a prestízsünk 2883000-ből ugye automatikusan leadta a küldetéseket. És itt egy következő, hát ezt a Pickelhaupt-t kell megtalálni bármit sem. Szlovákia azt állokolja, hogy ezt akkor meg fel is vesszük. Ez Gettysburg nem kell. Úgyhogy legközelebb mehetünk Szlovákiába is, majd akár, hogyha megcsináltuk ezt a küldetést. Most viszont tényleg búcsúzom, ennyi lett volna a Treasure Hunter Simulator. Találkozunk hamarosan. Sziasztok!